Az Üllői Faiskola utcai óvodában április 25-én és május 2-án lesz az óvodai beiratás. A szükséges okmányokról, a beiratási részleteiről az óvoda vezető tájékoztatta televíziónkat. Beiratkozás óvodánkban és Üllőn a többi óvodában is április 25-én 8 órától este 6 óráig lesz, tehát 8-tól 18 óráig, és május 2-án lesz reggel 8 órától 12 óráig. Milyen okmányokkal érdemes érkezni a szülőknek, mit tanácsol? Hát a szülőknek mindenféleképpen kisgyermekük születési anyakönyvi kivonatával és lakcímkártyával, az édesanyjuknak a személyigazolványával, lakcímkártyával és természetesen a kisgyermekkel. Mennyi férőhely szabadul fel önöknél, mennyi csoportot indítanak, illetve valószínű, hogy már tudják, hogy mennyien kezdik meg jövőre a nagycsoportosok közül az általános iskola első osztályát? Igen, hát ebben az évben kevesebb kisgyermek megy el tőlünk az óvodából iskolába, összesen 19 kisgyermek, és 20 másik kisgyermeket tudunk felvenni ezeknek a helyére, mivel egy kis csoport indul szeptembertől, és hát gyakorlatilag azoknak a helyére tudjuk felvenni a gyerekeket, akik elmennek iskolába. Gondolom, önök is elsősorban a körzetes gyermekeket fogadják. Mivel népszerűsíteni ön a saját óvodáját? Itt a háttérben látható, a Üllőváros tekintetében egyedülálló módon kis kresszparkjuk is van. Igen, hát ez már évtizedek óta megvan ez a kis kresszparkunk, és ki is használjuk folyamatosan a tavaszi és nyári időszakban. Hát ezzel tudnám esetleg a szülőket inspirálni, de én úgy gondolom, hogy ezeken kívül még más lehetőségünk van, hiszen óvodánkban, a programunkban van a mozgásos nap, ez pont a keddi nap, amikor foci, jóga, úszás és néptáncoktatás folyik. Mennyire népszerűek ezek a foglalkozások? Hát nagyon. Tehát gyakorlatilag majdnem kisgyermek valamilyen tevékenységben részt vesz, akik pedig nem, azoknak tudják az óvónénik biztosítani ezen a napon a mozgáskotta használatát.